OPUVS-e szervezte meg a budapesti gyermek három fiú bajnokság harmadik fordulóját március 2-án a V8 Uszoda és Szabadidőközpontban. Az utánpótlás vízilabda mérkőzések délelőtt 10 órakor kezdődtek, és egészen délután 4 óráig tartottak a küzdelmek a medencében. Összesen 6 csapat mérte össze erejét a középház rájátszásában. Ez a mai, ez a 2011-ben született gyerekek, úgynevezett gyermek, három korosztály budapesti területi bajnokságának a fordulója. Elég népes a mezőny, nagyjából egy 40 csapat indul ebben a bajnokságban, egész éven keresztül tart, tehát elkezdjük szeptemberben és májusig tart. Itt a gyerekek fordulónként két-két mérkőzést játszanak, minden résztvevő rendez egy fordulót, ez a mai az, amit mi rendezünk. A elég előkelő helyen, még ennyit haláruljak el velük kapcsolatban, elég előkelő helyen vagyunk, hiszen ebből a 40 csapatból a második csoportban vagyunk, tehát az azt jelenti, hogy mondjuk a 10-15. Helyig vagyunk mi. Ez itt talán első hallásra nem tűnik annyira szépen csillogónak, viszont hát ahogy látjuk, itt van a Ferencváros, a Honvéd, az előbb a Pécs ellen játszottunk, úgyhogy Eger, ez egy nagyon nívós bajnokság, és közöttük foglalunk mi el egész jó helyet. A Kópé elsőként a Ferencvárossal csapott össze, akik ellen 6-11-re kaptak ki. Második mérkőzésüket a pécsi sportiskolával vívták, amelyet szintén elveszítettek 13-17-re. Kóz Zoltán, az egyesület alapítója azonban nem volt teljesen elégedetlen. Ma mind a két meccsen kikaptunk, amúgy véleményem szerint, remélem az edzőnk se haragszik meg, ha majd visszanézi az adásba, szerintem egész jó játékkal, ezek jobban rangsorolt csapatok, mármint a Pécs és a délelőtti ellenfelünk a Ferencváros is. Tőlük néhány gólos vereséget szenvedtünk mind a két meccsen, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez elég, hogy mondjam, elég jó eredménynek számít. Van a csapatban néhány igen ügyes gyerek, akit szerintem fogunk még látni majd nevesebb egyesületekbe, vagy akár felnőttként, vagy felnőtt válogatottként is a magyar medencékben. Csak kiemelném Kovács Nimródot, Takács Rezsű Botondot, vagy a kapust, két kapust, mert mind a ketten védtek, Kulcsár Olivért és Krasznai Dávidot. Úgy Eged Dániel keze alatt pallérozódnak hétről hétre, és azt kell, hogy mondjam, hogy a fejlődés az nyomon követhető. Az ígéretes tehetségek a Dunakanyar minden pontjából érkeznek. A Kópé játékosai fegyelmezetten készülnek a meccsekre az edzésen. A mostani hétvégére az utóbbi két hétben készültünk, és játszottunk a nagyobbakkal, a 2009-es csoporttársainkkal, csapattársainkkal is gyakoroltunk, meg magunkba is. Nyilván nem nyertünk, de amit tudtunk, azt kihoztuk magunkból szerintem. Nagyon jól éreztem magamat. Nekem annyi volt a baj, hogy én két hétig most beteg voltam, és ezért nem tudtam magamból a teljeset kihozni, de szerintem azért valamennyire tudtunk minősíteni. Bekelni szoktam általában, de szoktam máshol is, hogyha például kiállítanak már kétszer a hálomból, és akkor ott szoktam már más poszton játszani. De alapul be. Yeah.
A bajnoki fordulóban az Eger, a Miskolc és a Honvéd csapatai is vízbe ugrottak. A pécsiek mindkét mérkőzésüket megnyerték a tornán. Pécsről érkeztünk, nyerni jöttünk. Sokat készültünk a meccsekre egész héten. Jó volt, az eleje szoros volt. Elmentünk sok góllal, és a kicsiket játszották sokat. De jó meccs volt nagyon. A pécsi sportiskola játékosainak saját kabalájuk is van, ami minden meccsükön erőt ad, és a kispadról szurkol a gyerekeknek. Bobnak hívják. Olaszországban voltunk, és ott már egy a játékautomatából szereztük. Teljesen? Kinéztük, és a Grosics ötlete volt, hogy ő lesz a kabalá. És mit jelent számotokra, hogy van egy kabala? Jó, mindig a kispadon szokott lenni. És a buszban? A Honvéd érdi csapata nem járt sikerrel Szentendrén. Az Eger és a Ferencváros ellen is alul maradtak. Hát kikaptunk, elég csúnyán, de az igazság, hogy nagyon nehéz a Ferencvárossal játszani. Nagyon erősek, nagyon gyorsak. Nagy tudásuk van abban, hogy a megfelelő módon vegyék el a labdát úgy, hogy ne állítsák ki őket. Ehhez is tanulni kell, és sok tapasztalatot gyűjteni. Én úgy gondolom, hogy a gyerekek végig harcoltak, kitartottak, főleg az utolsó negyedben ez mostanában, ez akkor így magukhoz térnek, és akkor még jobban nekiállnak hajtani, úgyhogy azért néhány becsület volt, még bezsebeltünk annak ellenére, hogy a többit nem. Amikor csak tehetünk, akkor jövünk, és teljes belbedobással szurkolunk, ahogy csak a torkunkon kifér. Mi nem vízilabdázókat nevelünk, hanem embereket, akik mellesleg nagyon jól vízilabdáznak. Az idézet Kemény Ferenctől, a magyar vízilabda utánpótlás nevelés ikonikus alakjától származik, melyet a Kópé mottojának választottak. Múltunk egy kicsit szebben csillog, mert én azt gondolom, hogy egyedülálló módon a Kópé rengeteg tehetséget adott már a magyar vízilabdának. Elég csak a Vígvári testvéreket mondani, akik tavaly világbajnokok lettek. Elég Pető Attilát mondani, aki tavaly junior világbajnok lett, vagy Nagy Zalán, aki junior Európa bajnok. Nagyon szorosan követi a Vízilabda Szövetség premizálási rendszere az eredményeket, és nincs pardon, nincs türelmi idő, ha egy kicsit haloványabbak az eredmények, úgy egyből jócskán visszafognak a támogatásokból. Ez az ő rendszerük, ezzel lehet vitatkozni, lehet nem. És ha mind hozzávesszük az energiaárak növekedését, az inflációt, nem szeretnénk elveszíteni a kollégáinkat, mert rendkívül elégedettek vagyunk velük. Tehát nem, hogy szinten tartani igyekszünk, hanem még emelni is a fizetésükön, akkor el lehet képzelni, hogy a kettőnek az ütközése az azért, hogy mondjam, okoz álmatlan éjszakákat, problémás időszakokat. Eddig megoldottunk mindent, ismerve magunkat meg fogjuk most is, vagy legalábbis mindent megteszünk annak érdekében, hogy meg tudjuk oldani.
KPUVS-e legközelebb április 20-án száll harcba ellenfeleivel a budapesti gyermek három fiú bajnokság rájátszásának negyedik fordulójában.